A himnusz közös éneklésével vette kezdetét csütörtök délután a polgármesteri hivatal dísztermében a 2017-2018-as tanév Mosonmagyaróvárváros kiváló tanulója díjak ünnepélyes átadása. A diákokat elsőként Iván Csicsi János köszöntötte. Az oktatásnak az az első és legerőteljesebb ajándéka, hogy önbizalmat ad, ami átformálja a gyermek elképzelését életcéljai tekintetében. Ezt Kari Kaszparók világbajnokság közül mondta. Az itt díjazott tanulók esetében ez biztos, hogy így van. Ez a sikerek viszik az újra megfogalmazott célok felé őket. Óriási dicsőség, ha valakinek elismerik a teljesítményét. Mi most ezt szeretnénk tenni a ti teljesítményetek eredményeképpen. Iván Csicsi János elmondta, a sikerek eléréséhez nagyot kell álmodni, de ez az előrelépéshez nem elég, hiszen mindennél többet meg kell tenni azért, hogy az álmokat elérhessék a diákok. Mint az alpolgármester fogalmazott, így cselekedtek azok a tanulók is, akik kiemelkedő eredményeket értek el és páratlant alkottak. Ezután egy új fejezet kezdődik az életükben, hiszen ennél lejjebb nem adhatják, ez lesz a mérce a jövőben, és egy kötelezettségvállalást is teljesíteniük kell, hiszen a társaik előtt is példát állítanak. Az alpolgármester szavai után a Kossuth Lajos gimnázium két tanára, Kern Éva és Hoskó Gyöngyi kedveskedtek műsorral. A barátok meséltek késő délutánig, amikor a szitakötő azt mondta, tudjátok, hamarosan búcsúznom kell. És egészen fölrepülsz, kérdezte a hangja. Nem, ilyenkor mi lepihenünk, felelte fáradtan a szitakötő. Csönd lett, de előtte még egyszer felemelkedek. Maradj mindig ugyanilyen, ne is értsd a hibát. Ragyogj így, törékedjen, legyen hinni valakivel. Az eseményen nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Tóthné pap Juditot, a fekete iskola tanárát, majd átadták a Mosonmagyaróvárváros kiváló tanulója díjakat is. A kitüntetés olyan diákoknak adományozható, akik kimagasló tanulmányi eredményeik mellett országos versenyeken is sikereket értek el, ez alapján pedig tanáraik, az intézmények vezetői javasolhatják őket a díjra. A hivatalos átadást követően aztán a Mosonmagyaróvári ütőegyüttes tagjai mutatták be különleges produkciójukat. A hivatalos eseményt követően fogadással várták a diákokat, tanárokat és szülőket, ahol pohárköszöntőt Stár Katalin mondott. Először is a köszöneté a szó, köszönjük szépen az eredményeiteket, köszönjük szépen a tanárok felkészítő munkáját. Mint szülő és mint pedagógus is tudom, hogy hatalmas munka áll mögötte. Addig, amíg más gyermek esetleg szórakozik, tévét néz, megy a barátokkal, addig ti rengeteg gyakorlatot, feladatot megoldottatok. Az esemény végén aztán a vár képével díszített tortát is felvágták, így köszöntve a kiváló tanulókat.